10 nyílt napirendi pontot tárgyaltak augusztus 30-án a város képviselőtestületének tagjai. Ezek között kiemelt helyen szerepelt az az előterjesztés, ami az önkormányzat idei első féléves gazdálkodásának beszámolójáról szólt. Amint az a polgármesteri indítványból kiderült, a város és az intézményei kifejezetten prosperáló pénzügyi helyzetben vágtak neki 2023 második 6 hónapjának. Ezek az adatok nyilvánosak, és aki ezt megnézi, abból azt fogja látni, hogy gyakorlatilag panaszra nincsen okunk. Amit megterveztünk februárban, a mentén, a gazdálkodás mentén, mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében, még ha nem is pontosan arányosan 50%-os arányban állunk minden egyes mutató tekintetében, összességében az elmondható a város költségvetéséről, hogy a gazdasági helyzetünk stabil, valamennyi intézményünk a hivatallal és az önkormányzattal együtt egész évben, ha így működik tovább, akkor különösebb problémái nem lesznek, amellett, hogy jelentős fejlesztéseket is valósítottunk meg, hogy talán ez is fontos. További jó hír, hogy sor került a költségvetés idei első törvény által kötelező módosítására is. Erre mások mellett azért van szükség, mert évelején még gyakran nem világos, milyen áron lehet majd gázt vagy elektromos áramot beszerezni a közületek számára. Nem tudtunk pontos összeget, hogy mennyiért kapjuk majd kilowattóránként az áramot és a kőméterenként a gáz. Ez egy nagyon jelentős tényező, hiszen számos intézményünk van, amit fenn kell tartani. Például nem volt ismert az, hogy a bérkompenzációval mi lesz. Amikor a képviselőtestület elfogadta február 15-én a költségvetési rendeletét, még ez a jogszabály nem született meg. Tehát nagyon sok minden csak tartalékkal szerepelt abban a költségvetési rendeletben. Így volt ez például a fejlesztési céltartalékkal is. Soha nem látott mértékű, konkrétan nem megcímkézett tartalékot képeztünk, hiszen a Majosi Kultúrházat tudtuk, hogy szeretnénk befejezni az idejében, a felújítást elvégezni, de még nem volt ismert, a közbeszerzés még nem zárult le, hogy mennyibe fog kerülni konkrétan a kivitelezés, ezért sok minden akkor nem ismert összeget, most már tudunk, és ezeket helyre tesszük. Vagy mondhatnék egy másik példát is, ami szintén pozitív, egy 20 milliós nagyságrendű kamatbevétellel számoltunk az idei évesztendőben, hiszen jelentős olyan tartalékkal rendelkezünk, ami szabad felhasználásra lehet, nincsen megkötve, hogy mire költjük el, és ezeket folyamatosan egy-két hónapra lekötöttük, ugye jelen helyzetben azért elég magas kamatokkal számolhatunk, és nagyságrendileg egy 20 millió forinttal terveztünk. Időközben egy tudatos döntés, egy stratégia volt, hogy ugye bankot váltottunk, de annak az időpontja, a váltás időpontja is befolyásolta azt, hogy ez év januárjától máshol bankol Bonyhádváros önkormányzata valamennyi intézményével. Ez a fajta döntés és az új szerződés azt is magával hozta, hogy olyan kondíciókat tudtunk a városnak elérni, amely ezt a tervezett 20 milliós kamatbevételt lényegesen meghaladja. Csak fél évre, ugye június 30-áig tekintjük a költségvetési rendelet módosítását, fél éves zárással, meghaladta a 32 millió forintot. A bevételi oldalon is sikerült növelni a várt számokat. Az iparűzési adó feltöltésére ugyanis szeptember 15-ig van lehetőségük a helyi cégeknek. Az előzetes számítások alapján pedig az így befolyó összeg is magasabb lesz az év elején tervezetnél. Abban bízom, hogy ez további bevételt eredményez az önkormányzat számára, de már így is több mint 100 millió forintot meghaladó adóbevétel növekmény érkezett a kasszába az előző évhez képest, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is bizakodásra adhatok ott. Vagyis az óvatos és gondos tervezésnek köszönhetően Bonyhádon nincs sok panaszra az önkormányzat anyagi forrásainak tekintetében. Ez is tette lehetővé, hogy Filóné Ferenc Ibolya kezdeményezésére módosítsák a képviselők a helyi szociális rendeletet. Ennek értelmében a korábbinál sokkal többen és lényegesen rugalmasabb keretek között kaphatnak október 1-től egy alkalommal egész évben rezsitámogatást a városban. Ez egy könnyítés a rendelet változtatásában, hiszen eddig kizárólag tűzifára vonatkozott a téli fűtési szezonban a támogatás, amit természetben kaptak a város lakói. Maximum egy háztartás egy fűtési szezonban 2 köbméter tűzifához juthatott. Ugyan mi nem voltunk szociális tűzifára jogosultak, hiszen 5000 lakosnál nagyobb településről van szó Bonyhád esetében. Mégis az elmúlt években ezt a támogatási formát biztosítottuk a bonyhádiak számára. Ugyanakkor egyrészt elszaladtak az árak, akár
mondhatjuk, hogy 100 000-es nagyságrenddel is számolhatunk annál, aki mindössze ezt a 2 köbméter tűzifát kapja meg fuvarral és mindenféle költséggel együtt, míg a másik oldalon egy lakásfenntartási támogatásunk maximum 5000 forint per hó lehetett egy-egy családnál. Ezt gondoltuk újra, és javaslatomra a jegyzőasszonnyal, hatósági osztály kollégáival közösen kidolgozva egy olyan rendeletmódosítást tettünk a képviselőtestület elé, amely lehetővé teszi azt, hogyha most október 1-től életbe lép ez a rendeletmódosítás, hogy valamennyi bonyhádi lakos háztartásonként egy évben egyszer rezsitámogatás címen nyújthat be kérelmet az önkormányzathoz, és akkor itt már nem önmagában a tűzifáról beszélünk, hanem bármilyen rezsi támogatásáról, értve ez alatt az áram, a víz, a gáz támogatását, hiszen nem mindenki tűzifával tüzel, és nem csak kizárólag a fűtési szezonra, hanem egész évben, tehát magyarul egy háztartás egyében egyszer egy ilyen kérelmet benyújthat ezentúl a városházára. A felhasználók körét is szélesítettük, hiszen azt az értékhatárt, amivel egyáltalán a segélyre jogosult lehet valaki, azokat megnöveltük, tehát egy nagyobb jövedelemmel is már be lehet férni ezekbe a támogatási formába. Én bízom benne, nagyon sok bonyhádi családon tudunk segíteni ezen a rendeletmódosítással, várjuk is a kérelmeket, és segítünk, hiszen van rá lehetőségünk, és talán ez a legjobb érzés ebben a döntésben, hogy megtehetjük azt, van anyagi fedezete a városnak, biztos háttere arra, hogy egy ilyen időszakban könnyítsen a szociális rendeletnek a nehéz és szigorú szabályain, és egy szélesebb körbe tegye lehetővé ezeket a támogatási formákat, nagyobb költséget jelentenek a városnak, de ezzel nincsen semmi gond, ez a szerepe többek között a városnak az üzemeltetésen kívül segítse az itt lakókat. Augusztus elején megnyíltak az önkormányzatok számára kiírt első TOP plusz pályázati lehetőségek. A bonyhádi városházán pedig nem is tétlenkedtek. Rögtön 3 már jó előre összekészített anyagot küldtek be. Ezek közül 2-ről elmondható, hogy az országban elsőként kerültek a tenderek kiírójához. Elsőként az országban azok között a fenntartható városfejlesztési stratégiát tervezett városok között, akik erre székhelyek, van ilyen 174 az országban, közülük néhány az, aki ebben a pályázati körben nem szerepelhet, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá, hogy konkrétan első sorszámot kaptunk a pályázatainknál. Ez igazából magát a döntést, a pályázati forrást nem befolyásolja, ezt mi is tudjuk, de azért mégiscsak jelzi, hogy olyan előkészületi munkák zajlottak az elmúlt időben, a háttérben, ami lehetővé tette ezt, hogy az országban elsőként nyújtsuk be ezeket a pályázatokat, elsőként a piacot említem, nagyon régóta várjuk, nagyon sokan, mindannyian, szerintem nincs olyan bonyhádi lakos, aki ne örülne annak, hogyha ez a pályázat nyertes lenne. Mi nem sokára egy feltételes közbeszerzési eljárást elindultunk, párhuzamosan azzal, amíg az irányító hatóság eldönti, hogy nyerünk, és igen, mekkora forrást erre a fejlesztésre, és amikor már bízunk a pozitív bírálatban, és a forrás rendelkezésünkre áll, nem akkor szeretnénk megindítani a közbeszerzést, hanem az a feltétel, hogy van-e rendelkezésre álló forrás, ha nincs, már okafogyottá válik, és minél hamarabb meg tudjuk kezdeni a beruházást, ebben bízom. Időpontokat még nem mondok, hiszen még egyelőre annyi történt, hogy benyújtottuk a pályázati dokumentációt, de ugyanolyan örömmel számolhatok be a Széchenyi iskolának a felújításáról, az udvar korszerűsítéséről, amely 180 millió forint értékben került benyújtásra, szintén elsőként az országban ezen a prioritási tengelyen, és csak másodikként ugyanezen a prioritási tengelyen, hiszen két első nem lehet egy sorban, a Malomovoda fejlesztése is benyújtásra került. A városban tehát folyamatosan dolgoznak a szakemberek, a képviselőtestület tagjai pedig legközelebb szeptember utolsó hetén üléseznek.